Egy okfejtés szerint az időutazás a múltba azért nem működik, mert az időutazó miatt olyan változások történnek a múltban, hogy az ismert jelen nem jöhetne létre. Egy kivétellel, ha ezt a Bencével teszik. Jöjjön hát a Cosmix utazása! A laptopon azt fogjátok látni, amit 2001-ben forgattunk mi kislánykorotokban. Első kérdésem az van, hogy emlékeztek arra, hogy hogyan jutottatok le hozzám, hol forgattunk, és mire utaztatok el hozzám 2001-ben? Emlékeztek el? Szerintem vonattal mentünk. Szerintem Intercity-vel mentünk. Ez komoly? Nem tudom, az van egy érzésem. Szerintem mikrobusszal. Mikrobusszal? Szerintem egy Toyota, lehet mondani a márket, mert úgy... Persze, bármit lehet mondani. Szerintem egy Toyota Previával jártunk. Szerintem van attól. Jó, hát akkor nézzük meg, jó? Nézzük meg, hogy mi volt. Mi úgy döntöttetek, hogy mivel egész héten szaladtok jobbra-balra, a kocsival minden, lejöttetek vonattal. Nem mondjuk, hogy Intercity-en az reklám. Úgyhogy lejöttetek vonattal, és most hamarosan indul, úgyhogy ennyi volt, köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm, sziasztok! Tehát... Akkor jól lehet. Akkor neked volt, milyen Toyota? Hát örül, hogy biciklit volt. Én megkérdeztem tőletek, hogy emlékeztek-e arra, hogy ti hol találkoztatok, és most is megkérdezem, milyen rendezvényen legelőször? Hát ez könnyű kérdés. Na, hát tényleg nem változik. Hát figyelj, az akkor is igaz volt, az most is igaz. Na de mi? De mondja. A poppiacon találkoztunk Zánkkel. Igen. Hát könnyű kérdés, de nem tudtam. Pop zenei piac, valami ilyesmi. Poppiac, az volt. És egymás után lépegettek fel a zenekarok, és mi ott a belőfényes napsütésben délben szerintem egymás után, ő az ötletzenekarral, én a New Time zenekarral. Konkurenciaként? Kvázi konkurenciaként, úgymond ilyen egy hasonló zenét játszottunk. És este pedig az akkori nagyok, a Edda, Bikini, stb. Koncerteztek, és nekünk lehetőségünk volt, hogy fellépjünk és bemutatkozunk ezen nagy zenekarok előtt, és ismerkedjünk egymással, ez volt a poppiac lényege. És mit mondtál ki, a nyalóka? Tulajdonképpen mi akkor énekes kerestünk a ötletbe, a Lala meg Billentyűs kereset. Én egy csávászt kerestem. Igen. Na ezt nézd meg! Balatonon. Találkoztunk a Hozsóval először, azt hiszem. A vízben? Nem, a vízben lehet, hogy a kellemes hely lett volna, és nem volt annyira kellemes az, hogy ilyen tűző napon egy fesztiválon, poppiac nevű. Igen. Ott tettünk fel, és ilyen hihetetlen meleg volt, napsütés, nem is este volt a fellépés. Hát, hogy a zenekarok találkozója volt a vízben, és találkoztunk az akkori futó zenekarokkal. Tehát külön volt, külön két zenekarral. Igen, két rivális zenekarral léptünk. Azt mondjátok meg nekem, hogy milyen érzés így ezt a szép két fiatal gyereket látni ott. Hát jót tett a kor. Nézem azt a szőket, ez nem tudom, mindjárt elalszik, nem tudom, hogy jó, annyira lezser módon beszél. Igen, hosszú volt. Én sem voltam a helyzetben, ugye? Lehet, hogy fáradtak voltunk. Tehát ha vonattal mentünk, akkor időben kellett indulni. Ez biztos, úgyhogy nem voltunk túl frissek, biztos. Igen. Volt olyan időszakotok, amikor csak a fiúknak dolgoztatok, mert valamiért nem úgy ment a szekér, ha emlékeztek? Na, hogy csak fióknak? Hát ugye nem lemezre, meg csak, hanem fióknak dolgoztatok. Ja, fióknak értettem, hogy fióknak. Volt ilyen? Persze. Fióknak? Tehát az még indulás előtt szerintem 2-3 évig kb. Fiókba dolgoztunk. Igen, tehát abszolút én 92-től 95-ig járkáltunk le Lalához vásárhelyre, Budapestre oda-vissza ingáztunk, folyamatosan. Robogóztunk, lazultunk, zenéltünk. Igen. Robasztokra elkészült vásárhelyen? Nem, de mondjuk egy játszótérnek a felépítéshez hozzájárultunk. Na nézzük meg, hogy mit mondtatok akkor, na? És akkor komolyban elkezdtük csinálni az eléget, majdnem 3-2 évig, és akkor csak a fióknak gyártottuk a dalokat, tehát nem tettünk volna végül semmit. Tehát se kiadóhoz, sehova nem vittük el. Igen. És ezek gyűltek, és amíg nem éreztük Isten igazából, hogy elérkezett az a pillanat, hogy most megmutatjuk, addig ott szépen Budapest is. Nem kritikát addig, hogy most szabad elmenni vele, vagy nem szabad elmenni. Jól emlékeztetek, nagyon sokszor ért benneteket a szilveszter éjszakáján, mondjuk nagyon fura helyen az éjfél. Na, mert tudom a kérdést is. Már a kérdést is tudjuk, persze. Már megvan. Na, igen.
Mi igen? A vasút átjáróban, ott talált bennünket az éjfél. Ez komolyan? És azt mondtuk, hogy ami ennyire béna a szilveszter, és amúgy is ott a vasúti átjáróban érbenünk, és ott volt egy fal, emlékszem már nekte, de le volt Cosmix plakáttal. Ilyenekre és azt mondtuk, hogy ami év így indul, és ilyen az éjszaka, azt tudja, hogy nagyon jó érvesz. És az is volt. Hát én kész vagyok tőletek. Ha ez az, akkor az. A néző nem fogja elhinni, hogy ki ezt nem láttátok. Kellemes élményünk aznap éjszaka, a fellépések mellett ugye. A vasúti átjáróban körbenéztünk, mondtam Hozsának, hogy te figyelj, általában azt szoktuk történni, hogy amilyen a szilveszter éjszaka az éjfél megyen, olyan a következő év is. Mondom, nézzünk körbe, valami pozitív dolgot kell találni azonnal. Na, de várjál, várjál! Hogyha arra gondolsz, akik kint átjárognak az útszélén, akkor ezt most ne. Nem, ezt egy kicsit ugye átfogóban kell tekinteni. Szóval ugye átgondoltuk is azt mondjuk, hogy sok fellépésünk van, éppen futtére van, nagyon a szekér, és úgy szeretnek az emberek bennünket. Körbenéztem, hogy valamit még találni kell, van itt vagyok a vasúti átjáróban. Csak nem leszek jövőre vasutas. A tűzfal és teli volt Cosmix plakáttal, nem mondom, hogy a következő van, milyen lesz. Mondom, az egyik ellenes. Így történt? És végül is a 96 hoztam, mert az igaz is sikert. Akkor kaptuk az év felfedezett évet, majd később mindenféle aranyzsiráf. Azon ott voltam. Aranylemezt, úgyhogy így szép évünk van. Egy mondatban kellene, az volt akkor ugye kérdés, igen, hogy mondanám. Tehát, hogy megkérdeztem tőletek, hogy mi van, hogyha annyi lehetőség van, csak hogy egy mondatot mondhattok a zenekarról, hogy szerintetek ki mit mondott. És mit mondanál most, hogy ha én akkor ezt megkérdeztem, egy mondat a zenekarról, hogy jellemeznéd a zenekart? Nem kell hozzá egy mondat, két szó, elég szív és lélek. Oké. Lendületes, dinamikus. Hát nem, figyelj, te honnan tudod, de figyelj, ezt nézd meg. Nem, most kíváncsi vagyok, mert fogom nincs erre. Cosmix egy dinamikus energiabomba. Figyelj, ez reklám. Nem reklám, hál' Isten. Tehát Gémi, erre te? Nagyjából ezt akartam, hogy hiper... Ezt mondd el visszafelé. Ez az újkor hiperdinamizmusa szerintem mindenféleképpen. Az újkor hiperdinamizmusa, mondd ki! Az, megpróbálom még egyszer, akkor mondtam ki először, most másodszor. Az újkor hiperdinamizmusa, kérlek. Ilyet válaszoltatok. Atya úristen. Hát abszolút stimmel, abszolút. Akkor még igen. Nem volt divat még szívről és lélekről beszélni, mert túl hiperdinamizmus uralta a zenekart, de hát azért mindig mögötte volt. Igen. És csak egy pici kitérő, és már is folytatjuk, hogy azért ilyenkor, amikor visszanézed, amikor 6 éves volt a csapat, és most meg már azért arénán túl, világ körüli turné, szinte Amerikától minden bejárva, azért akkor, ha ezt valaki megsúgja, mondjuk találkoztak egy akkori Nostradamus-szal, elhittétek volna, hogy most már 24. évben. Tehát így most nézed vissza, azért eszedbe jut még az az idő? Nagy, mert amit mondtatok, arra emlékeztek. Olyan távolinak tűnik, hogy, komolyan mondom, olyan távolinak tűnik, hogy nem tudom szinte összekapcsolni ezzel a pillanattal, miközben az egész mégis egy pillanatnak tűnt. Uh-huh. De mégis olyan távol és annyi élmény nyert bennünket, hogy szerintem szemben feldolgozni is képtelen szinte ennyi mindent, ami velünk történt. Hozsó! Bocsánat, tudnál tanácsot adni annak a fiatal srácnak most, ha találkoznál az akkori éneddel? Tudnál tanácsot adni, hogy mit csinálja másképp? Komolyan? Vissza kellett volna hívni ezt a szőkét? Hát tulajdonképpen ezt a barnát kell volna kihagyni. De egyébként visszatérve így komolyra fordítva, szerintem nem sok mindent csinálnék másképp, vagy csinálnánk, vagy illetve annyiból csinálnék másképp, hogy kicsit talán intenzívebbre venném az utóbbi 10 évünket. Tehát az az időszak, az egy nagyon megterhelő. Tehát 95-től 2001-ig ott minden évben kiadtunk albumot, 3 havonta szigorúan kisnemez, videoklipek. Tehát akkor, amikor ezek készült, ez a felvétel, akkor igencsak már ki voltunk hajtva, meg tényleg az első 5-6 nagy lemez le is pörgött. Utána volt egy kisebb szünet, mármint így albumok tekintetében, és talán azt a részét csinálom másképp, hogy nem hagynék ki ekkora időszakot így az albumok szempontjából. Tulajdonképpen nem az, hogy elkényelmesedtünk, hanem mindenféle más dolgok miatt nem úgy alakultak a dolgok, hogy minden évben vegyünk fel albumot. Uh-huh. Meg a másik nagy igazság, amit egyébként most is igaz, hogy
abban az időszakban annyira termékenyek voltunk, hogy tulajdonképpen a mai napig azokból a dalokból építik. Hiába csinálunk új lemezt, új dalokat, tehát mindenki úgyis a régi dalokat kéri, ahogy a Feró is elmondál, hogy nem remélek csinálják én új álmomat meg, hogy nem úgy. Jó, de komolyan gondolja. Akkor ugye volt nagyon termékeny év volt, de volt-e nektek akkor valamilyen kis megtorpanási pauza? Az többször volt, de akkor igen, valóban emlékszem, akkor volt kiadóváltásunk. Akkor kerültünk a Universalhoz. Igen, akkor jött az Angyal, Angyal album, Mon voltunk túl, igen, ugye? Ami a Universalnál volt már, igen. Igen. Ez 2000-ben jött ki. Valószínű magamra kell vállaljam a lelki gondokra épülő egyéb problémáimat, ami egy kicsit lehet, hogy visszavonulásra késztetett. Én úgy emlékszem, hogy az abban az időben volt. Olyankor az ember, amikor ilyen fiatal, akkor még erősebb? Hogy érzed? Hogy emlékszel? Nem, érdekes, hogy pont a nagyon durva egyébként, amit az előbb a Hozsó mondott, mert azt mondtam volna magamnak, hogy vegyél vissza öreg egy kicsit, oszd be jobban az energiát. Na nézzük, mit mondtál. Íme. Lényeg az, hogy ebbe bele tud az ember szakadni egy idő után. Tehát konkrétan ez is történt velem, így próbáltam normális életet élni mellette. Lehet, magamra erőszakoltam volna azt, hogy szavaljuk őszintén, ez nem egy nyugdíjas állás vagy szakma, hogyha most így nézem hivatásszerűen a dolgot. És nem csak az, hogy most ez ugye szórakozásból és mániából csinálja az ember. Szóval gondolni kell arra, hogy mi lesz majd egyszer annó azután. És ugye mind a ketten természetesen az elejé dolgokba, belkekbe azért szépen beástuk magunkat bizonyos helyekre, hogy ha a Cosmix nem lesz, akkor is megtaláltuk már a helyünket. De mindenek ellenére ugye mindig ott hozt kell az ember agyában, hogy azért lehet, hogy vicces, de lehet, hogy itt holnap megsüketülök, vagy bármi, tehát a... Ez mi? Ez mekkora? Megőrülök. Fú, gyerekek, még a hideg is kirázott. Igen. Ja. Kell, hogy hozzáfűznöm, hogy szerintem. Nem, de ez nem kell semmi. Ilyen gondolsz? Érted? Nem kell semmi! Hogy mit mond? Ha nagyon röviden kéne egy-egy keresetlen tulajdonságot, mondatot mondani a Hozsóról, akkor most mit mondanál? És majd megnézzük, mit mondtál akkor. Tessék! Keresetlen tulajdonságot? Aha. Laza. Túl laza. Te? Mindig várni kell rá. Állj! Mindkettőnknek vannak jó oldalai, rossz oldalai, rossz oldalai. Nem kell a cicimat. Akkor legalább egy rosszat mondjál róla, te horkol, ropogtatja a fogait, vagy nem tudom. Egyik legrosszabb tulajdonsága, mindig várni kell. Ha láttad volna azt a vonatindulást, hogy érkeztünk, körülbelül 45-kor indult a vonat, és 44-kor még a mozgó hívtuk, hogy hol vagy hol, és a kalauz az még ott már szájában sípa, mondjuk még egy percet várom, még kicsit várom, mert jön a társunk mindjárt, tényleg itt van, de hát nekik indulni kell, hát nem így működik ez, és mondom, mindjárt itt van, és látjuk a csapon, és lohol, na, mondom, jó, itt van, oké, mehetünk, de hát ezen itt. Ez betalált. Tehát ő késik. Igen, viszont a ezért oldala, nem szeretjük. Kész. Szerencsére volna. Így oldala, hogy nem ügyesedik a lábom soha. Nem ez a normális mű. Na? Hát ez mekkora? Kell még valamit hozzáfűzni? És látod, egy hosszú házasság telt el azóta szinte, ugye? Kemény. Meglepő? Meglepő is mulatságos? Zseniális. Hát van a dolgok, amit nem változnak. Hát igen. Én mondanám most is magamnak, hogy vegyél vissza öreg egy kicsit lazítani kéne magamon, akkor egyébként nem késnék el. Túl vagyok vállalva, mindig is túl voltam vállalva. Persze, ugye? Hát csak belecsúszott egy 20 perc. Akkor arra kérlek, hogy most, ugye hát elmondta, hogy megállította a vonatot, meg az életet, hogy most mit mondanál róla, ebben a pillanatban azt kérdezném, hogy most mondjál valamit az emberről. Laza. Túl laza, talán. Egy kis álomvilág az. Ott van, körülötte. Igen? Tehát laza és álomvilág. Ez olykor nehezíti az életünket. Igen? Hát, és ezzel szoktatok... Hát, nyilván azért, mert különbözők vagyunk, és ugye még én a végleteken túl is olykor túl komolyan veszek dolgokat, addig egy kicsit a másik végletről nézzünk inkább. Jó, de én megérem a kisvilágot. Jaj, értem, amit írtatok, kisvilág. Jaj, értem, akkor e-mail kisvilág. Álmodozik. Rossz oldalára azt tudom, hogy inkább egy viccel válaszolnék erre, biztos sokan ismerik már, hogy
barátunk bemegy az orvoshoz, és azt mondja a pszichiáternek, hogy doktor, mostanában olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem. Ez az egyik. Tehát hogy visszavágott? Tehát ez az egyik, amit én úgy érzek, de ugye ez szubjektív dolog, és nem. Az ember azt nem mondja, ő csak egyet mondott. Az ember valami jó határozat, és valami jó határozatlan. Tehát ezért mondtam ezt. Uh-huh. Jó oldalán pedig azt mondom, hogy mindezek mellett van szíve, tehát nem is akarom másképp mondani. De édes fontos. Na, van szíve. Emlékeztek még arra a repülőszőnyegre, amit akkor kaptatok? Hát egy díjhó szőnyeget kaptunk. Győzikést? Győzikést? Fekete fejed csíkosak. És mi lett a sorsa annak a repülőszőnyeg? Fogalmam sincs. Ki dobta a szőnyegemet? Na, nincs eltelt. Most valljam be, hogy azóta őrizgetem a hálószobámban, ne hülyeskedj. Na nézzük meg, hogy köszöntünk el, parancsolj. Itt van nektek egy Diego szőnyeg. Repülőszőnyeg. Így van ezzel. Mindenkinek egyet szoktam adni, ketten vagytok, nektek adok még egyet, hogy ezen aztán most ne veszhetek. Nem hiszed el? De ez tényleg a hálószobában. Nem tudtam, hogy ez az. Hát megőrülök. És itt poénkodok fel, hogy most valljam be, hogy a hálószobában. Tényleg a hálószobában van. Azóta? Ez azóta, képzeld. Az szép. Hát most de tudod mi a gáz? Ez most ha én mondtam volna, hogy te laláltam, útkor ott láttam a hálószobádba. Ez nagyon durva. Mert ugye akkor onnan tudsz. Ebben mondok, nekem is a hálószobában. Ezt olyan mondod? Igen. Milyen érzések folyamnak bennetek tényleg így, hogy most láttátok magatokat közel 20 év távlatából, és hogy erre vártatok-e, ezt szeretétek volna, amikor lejöttetek 6 évesen már, mint hogy a zenekar 6 éves volt, lejöttetek hozzá. Arra készültetek, azt szeretétek volna, és azt arról álmodtatok, ami most van. Elértétek, amit szerettetek volna? Hát igen, mert én speciál várom az új ajándékot tőle. Ja, de komolyan. Szerintem jóval tovább jutottunk, mint amit akkor vártunk. Hát igen, mert kézen. Azt is mondtátok, hogy rövid szakmás. Nem gondoltuk. Tehát az első lemeznél azt gondoltuk, hogy úristen lesz öt lemezünk, mert annyira szerződtünk az első háromra, nem? Vagy háromra, teljesen három, és már nem, nem ötre szerződtünk. Tehát az már nagyon nagy dolog volt, hogy egyáltalán eljutunk-e. És ez már azt követően, annak a ciklusnak, a periódusnak a végén volt, mondta azt követően egy évvel már. És ahhoz képest eltelt, én csak 18-19. Évvel léptünk gyakorlatilag azóta. Azért az nagyon durva. Azt szerintem minden korábbi elképzeléseinket azt felülírta, vagy illetve túlszárnyalta, és mindig az jut eszembe, hogy azért a jubileum, a 20 éves jubileum, az Arena koncert, amiben azért rendesen volt részed, hogy ezt megmertük lépni, azért ez nem volt benne a pakliba. Tehát ez már nagyon-nagyon durva titkos vágyak között talán, hogy majd ott egyszer valamit. Tudjátok, hogy azt kívánom magunknak, hogy 10 év múlva nézzük vissza ezt is, meg ezt is, és ha lehet, akkor még én kérdezzek. Ezért nem lehet én húzat mondani? Szeretlek! Optimistán, Fabi! Köszönöm.